Ahogyan az várható volt, az új Mortal Kombat film tele van húsvéti tojásokkal és utalásokkal az alapjául szolgáló játékokra. Több se kellett nekünk, nekiálltunk és összegyűjtöttük az összeset, amit találtunk, de mint mindig most is szólnunk kell, hogy spoilerek jönnek. Kezdjük mindjárt a film végével, mikor megtudjuk, hogy Cole Hollywoodba tart, és a kamera ráközelít egy poszterre, ami jelzi, hogy a továbbiakban számíthatunk Johnny Cage feltűnésére is, amire a film folytatásaiban kerülhet sor, amik remélhetőleg el is készülnek majd. Cole Young, the man that took the belt from Eddie Tobias. Yeah, that was a long time ago. A legyőzött korábbi bajnokot Eddie Tobiasnek hívják, ez pedig utalás Ed Boonra és John Tobiasre, a játékok két eredeti alkotójára. Noob Saibot karaktere is az ő nevükből született, mivel a vezetéknevük van visszafelé olvasva, de sajnos őt ebben a filmben nem láthatjuk, de azért reméljük a folytatásban neki is szánnak szerepet, már csak Sub-Zero rajongói miatt is. Sonya Blade lakása, amely tele van újságkivágásokkal, egy csomó érdekes utalást tartalmaz. Az egyik ilyen kivágáson egy kép látható Nightwolfról, a Matokán harcosról, aki a Mortal Kombat 3 óta visszatérő szereplője a játékoknak. Közvetlenül mellette egy görög váza fényképe látható rajta egy kentaurral, amely Motaro is lehet. A falon van egy másik kép is, amely egy azték napistennel szobrát ábrázolja, ez pedig Kotakanra utalhat. For reasons beyond my kin, Master Borasho found me. Half dead in the gutter, and brought me to the Wuxi Academy. Bo Rai Cho, Liu Kang és Kung Lao mentora a játékokban. Ő lényegében egy részeges karatemester, aki játszható karakter volt a Mortal Kombat Deadly Alliance-ben, a Deceptionben, az Armageddonban és a Mortal Kombat X-ben. I knew it. It's all real. Amikor a csapat belép Raiden szentélyébe, annak falain több freskó is látható, amiken ismert Mortal Kombat karakterek szerepelnek, többek között a nagy Kung Lao, Shao Kahn, Goro vagy egy másik Shokan harcos, ez pedig lehet, hogy Sindel, ahogy a férjét Jarodot gyászolja, miközben Edenia elpusztul. Igen, a játékokban ilyen is történt. Abban a jelenetben, amiben Sub-Zero lefagyasztja Jax kezeit, a háttérben a falon egy graffiti látható, ami egy lefelé, majd egy előre mutató nyílból, végül az LP, azaz Light Punch rövidítésből áll, ez a billentyű kombináció pedig Sub-Zero híres fagyasztó mozdulatához tartozik a játékokban. Shang Tsung egy variációját adja elő a legendás Finish Him mondatnak, mikor Milénával beszél a filmben. Melina, let's finish this. És persze Scorpion is kimondhatja az ő híres mondatát, mikor megküzd Sub-Zero-val. Get over here! All you can do now is test your might. We have no time to lose. A Test Your Might egy minijáték volt az eredeti Mortal Kombatben, melyben egyre keményebb anyagból készült tömböket kellett szétütni a gombok nyomogatásával. A filmben Kung Lao ezt a kifejezést használja a tréningpálya bemutatására. Amikor Liu Kang körbevezeti Kano-t, Sonyát és Colt Raiden szentélyében, az egyik talapzaton Kitana legyezője is feltűnik. Ő a túlvilág hercegnője, ám úgy tűnik, hogy élőben is láthassuk, arra a folytatásig várnunk kell. Ugyanebben a jelenetben egy másik talapzaton Shinnok talizmánja látható, amit Kano ráadásul megpróbál ellopni. A talizmán egy hatalmas erővel bíró erekje, ami Shinnokot, az egyik ősi istent is magában rejti. Talán a következő filmekben nagyobb szerepet kap majd ez a tárgy. Liu Kang ikonikus bicikli rugását is láthatjuk a filmben, méghozzá itt. És Kung Lao is a híres teleportáló mozdulatával mutatkozik be, csak úgy, mint a játékokban. Az a hely, ahová Jaxet és Reikót teleportálják a harcuk elején, a Mortal Kombat játékok egyik legtöbbször látott pályáját, a Vermet idézi meg. Hey, big boy! Liu Kang a kiképzés során folyamatosan elgáncsolja Kano-t, ami egy vicces utalás az eredeti Mortal Kombat játékra, amiben ezzel az egyszerű taktikával elég sok csatát meg lehetett nyerni. A külvilág császárát Shao Kahn nem csak freskón, hanem szoborként is láthatjuk a filmben. Jó nagy szoborként. És ez minden utalás, amit a filmben mi kiszúrtunk, de ha ti találtok mást is, azt feltétlenül osszátok meg velünk a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor csekkoljátok a filmről készült kritikánkat, no meg a kivégzéseket összehasonlító videónkat. Hamarosan újra találkozunk, addig is sziasztok!